felújították az eddig rendkívül balesetveszélyes 62-31-es utat, amivel Pakstól Cecéig lehet eljutni. A paksiak számára ennek nagy jelentősége van, hiszen onnan Nyugat-Magyarországra, valamint a Balatonra ezen az úton lehet eljutni. Ez a beruházás, ezek az útfelújítások egy település életében nagyon fontos szerepet játszanak a gazdasági fejlődés tekintetében, vagy egyáltalán abban, hogy egy település fejlődik demográfiailag mindenféle szempontból. Az útépítés, az infrastruktúra fejlesztés az elképesztően fontos. Akár az autópályára gondolok, de egy 4-számjegyű útnak a felújítása is igazi pezsgést tud hozni, én azt gondolom, egy településnek az életében. Paksiak szempontjából is azért fontos ez az út, hiszen ha eltekintünk a Paks 2-es beruházástól, ugye mi paksiak ezt az utat használjuk már évtizedek óta, ha a Balatonra szeretnénk menni nyaralni, turisztikai szempontból, ha ezt a Nyugat-Dunántúlt szeretnénk felfedezni. Eddig ugye egy nagyon rossz minőségű utat használtunk, nevezhetném még veszélyesnek is az út állapota miatt, most pedig egy nagyon biztonságos utat fogunk használni. Több mint 1 milliárd forintból valósult meg a fejlesztés, a forrásból az út új burkolatot kapott, 5 busz megálló öblöt alakítottak ki, és további 3 busz megállót hoztak létre. Megtörtént az árokrendezés, sőt, közlekedés biztonsági szempontból is történtek változtatások, mondta el Bece Szabolcs, a Magyar Közút Nonprofit ZRT Tolna megyei igazgatója. Az út 3 részből újult meg, az első része a Paks táblától az autópálya, M6-os autópályáig, az a Közép-Dunamenti térségfejlesztésnek a keretéből újult meg. Az M6-os autópályától a megye határig, az pedig a Tolna megyei terület és településfejlesztés operatív program terhére valósult meg, illetve az előző évben a Fejér megyei szakasz, az pedig szintén terület és településfejlesztés operatív program keretében valósult meg. Az út összes hossza az körülbelül 27 kilométer, ami elmondható, hogy teljes burkolatfelújítás történt, patka, árokrendezések történtek, 2 ív került korrigálásra közlekedésbiztonságilag, illetve ami nagyon fontos, hogy minden műtárgy megújul ilyenkor az utakon, legyen az átterez vagy híd. Az átadón Süli János, a paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője is részt vett, aki azt mondta, Paks 40 kilométeres körzetében az elkövetkező időszakban szinte minden út megújul. A paksi atomerőmű bővítéshez kapcsolódva pedig új utak épülnek. De a Nagydorogi útnak is a felújítása zajlik, Nagydorogtól a Sárszentlőrincig készen van, hisz az az út is megújult a Győrkönyv-Nagydorog bekötő, tehát a Győrkönyv fele, ami bemegy, és akkor Nagydorognak közvetlen Győrkönyvbe is lehet menni. És ugye megújult a Puszta-Hentsei bekötő út is, teljes mértékben dolgoznak a Madocsa-Bőcske-Dunaföldvári szakaszon, dolgoznak a Dunaföldvár, Fad, Tolnai szakaszon, mindenütt látható nyoma van, a beavatkozásoknak van, ahol már kopó réteget is rárakták. Most idén további 18 útnak a tervezés engedélyezése történt meg a múlt évben. Előzetes közbeszerzések lefolytatásra kerülnek, most vannak a véglegesek. A forrás már a közút kezelőnél ott van, itt 32 milliárd van most ebbe az évbe ütemezve. A terület és településfejlesztési operatív program forrásainak elosztásáért felelős Tolna megyei közgyűlés alelnöke az átadón kiemelte, a program folytatódik a jövőben. Utakra lesz lehetőség, tehát útfejlesztésre lesz lehetőség, kisebb utakat is tudunk, önkormányzati utakat is tudunk majd fejleszteni, olyan helyeken is, ahol még nincs burkolat, tehát ahol gyakorlatilag az úthálózat még nagyon hiányos, tehát kicsit tudjuk bővíteni a megyei úthálózatot ezáltal, és hát a kis településeken is így az életminőségét az ott lakóknak és a település megtartó erejét tudjuk egy kicsit növelni. Ezen kívül kerékpárutakra
nagyon sok fejlesztést tervezünk, tehát már ott folyik a tervezés, tehát sok kerékpárútat fogunk ebben a fejlesztési ciklusban építeni. Az elmúlt ciklusban 27 milliárddal kezdtük, most már 37,5 milliárdnál tartunk, amit sikerült a megyére költeni az elmúlt fejlesztési időszakban. Most úgy néz ki, hogy 47 milliárddal kezdünk, és reméljük, hogy nem ez lesz a vége, hanem ezt még ki tudjuk bővíteni. Ebből a forrásból bővítik a Tolna megyei úthálózatot, kerékpárutakat építenek, csapadékvízelvezető rendszereket hoznak létre, valamint energetikai fejlesztéseket hajtanak majd végre.